A Skipper magazint a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A lobogó viselés az egy ősrégi tradícióból fejlődött ki. Most nálunk ugye már nem nagyon viselik a klublobogót, amit az Árbosz csúcson illik viselni, meg csak a külföldi hajóknak előírás az, hogy a magyar felségvizeken magyar lobogót húzzanak a jobboldali keresztmerevítő, árboc keresztmerevítője alá, de nekik viszont kötelező a nemzetiségi hovatartozást meg a hajó végén lévő lobogó pálcára kell kitűzni a nemzeti lobogót. A zászló az le van rögzítve az első éle, vagy odaszögelve a seprűnyélre, vagy ráhúzva a lobogó, meg egy zsinegen szabadon lobog a zászló eleje is, vagy a lobogó eleje is mozog már a szélbe, úgyhogy sokkal szebben lobog. Szoktak lobogót húzni, még hogyha külföldi vendég van, akkor a tiszteletére felhúzzák azt a lobogót. És kötelező, hogyha magas beosztású, tehát államelnök vagy magas beosztású külföldi tartózkodik a fedélzeten, akkor kötelező, ha vendég, akkor lehetséges. Ezt viszont a baloldali szállingvégre menő zsinór rendszerrel szokták fölhúzni.